Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, és ez a Háborúk hírei című rovatunk, amelyben friss biztonságpolitikai híreket, elemzéseket és szakértői kommentárokat gyűjtünk össze Ukrajnából és a világ más konfliktuszónáiból. Manapság megszaporodtak a skeptikusabb elemzők, akik már nem biztosak teljes mértékben a nagy ukrán ellenoffenzíva átütő sikerében. Különösen úgy, hogy már csak 30-40 nap maradt hátra a befejezésre, még Mark Milli amerikai vezérkari főnök szerint is. Azonban nagyítóval kell keresni olyan elemzőt, aki már tavasszal is arra figyelmeztetett, hogy Ukrajnának hiányoznak az alapvető eszközei a kitűzött katonai célok megvalósításához. Bár sok politikus és elemző is hajlamos a közvélemény és a sajtó rövid távú memóriájára játszani, szerencsére az internet emlékezete és az írott szó megőrzi a korábbi kijelentéseket. Kegyeleti okokból most nem azokat az elemzőket idézném, akik nagy ukrán győzelemről és totális orosz összeomlásról vizionáltak, hanem egy olyan írást, amely kiállta az idő próbáját. Robert Castle egy ilyen elemző, akinek az álláspontját képben, hangban és írásban is vissza lehet keresni. A vele készült tavaszi interjút az ukrán ellenoffenzíváról a háború krónikája egyik utóbbi adásában felidéztük, ennek elérhetőségét a leírásban megtalálható. Most a függőleges koporsó című tanulmánygyűjteményt lapoztam fel. A könyvben több tavasszal megjelent cikk is szerepel, amely az akkor tavaszinak várt, végül nyári nagy ukrán ukránoffenzíva esélyeit elemzi. Ezek közül következik most kettő, Robert Szikásztel tollából. Az első cikk 2023. március 18-án jelent meg. A címe az ukrán győzelem lehetősége és a hadjáratok logikája. Hónapokon át kifogásoltam, írja Robert Sikaster, hogy nem hallani semmit az ukrán győzelem elméletről, közérthetőben arról, hogy miként akarják az ukránok megnyerni ezt a háborút. Nos, úgy tűnik, hogy ez a probléma megoldódott. Az elemzői megszólalások, amelyek egyre több megerősítést nyernek a hivatalos orosz kommunikációban, számot tevő ukrán csapat beszélnek, és egy stratégiai jelentőségű ellentámadásról, amelynek a célja az a szárazföldi híd, ami a Krímet Oroszországgal összeköti. Az ukrán győzelem elmélet az elemzők tolmácsolásában a következő 1. Áttörni az orosz védelmi vonalakat, 2. Kijutni az Azovi tenger partjára, 3. Ketté vágni az orosz frontot és elvágni a krímet Oroszországtól, 4. Ezzel a stratégia jelentőségű vereséggel kényszeríteni Oroszországot a háború lezárására. Mivel nem számítógépes játékról van szó, hanem valódi háborúról, a legfontosabb dolog, amit kimondhatunk, az az, hogy a legtöbb dolgot nem tudjuk. A nyilvános térben elérhető információk a műfaj természeténél fogva inkább anekdóták, mint sem adatok, és egy meglehetősen karikatirisztikus képet adnak, alakítanak ki a fejekben. Ebből kifolyólag meddő tudományoskodásnak tartok minden olyan kísérletet, ami az anekdótákból grafikonokat gyúr. A statisztikáskodó csőlátás helyett sokkal többet fogunk megérteni a háborúról, ha megpróbáljuk megragadni egy csata vagy egy hadjárat logikáját. Mi a logikája, hol hiányos ez a logika, és mi a tétje a tervezett ukrán déli hadjáratnak a hadviselőfelek számára? Néhány hevenyészet gondolat ezzel kapcsolatban vitaindítóként. 1. Mi az alapja annak a feltételezésnek, hogy a krím elvágása után Oroszország bedobja a törölközőt? És mi van, ha nem? És mi van, ha nem a törölközőt dobják be az oroszok, hanem néhány atomtöltetet? A hadjárat tervezésekor ezt a lehetséges következményt is figyelembe kell venni. 2. Ha a terv megvalósul és Oroszország nem kapitulál, mit fog Ukrajna kezdeni a Krím két és félmilliós, döntő többségében Oroszországhoz lojális lakosságával? Akik egy Ukrán-Afganisztánról is beszélnek, miért nem foglalkoznak egy Krími-Afganisztán lehetőségével? Hány Ukrán katonára, illetve belügyisre lenne szükség egy Litvánia nagyságrendű lakosság pacifikálásához? Ez is egy további következmény, amivel számolni kell. De térjünk inkább vissza a lényegre, a konfliktus spektrum közepén elhelyezkedő konvencionális államok közti hadviselésre. A tervezett déli hadjárat logikája és tétje nagymértékben asszimetrikus. Ukrajnának teljes stratégiai győzelmet kell aratnia tokkal vonóval, azovi tengerrel, krímelvágással, stb. Ezzel szemben az oroszok még azt is megengedhetik maguknak, hogy műveleti szintű vereséget szenvedjenek, ha a stratégiai szintű vereséget, vereséget képesek elkerülni. 4. Egy esetleges ukrán műveleti siker, a célok 75%-os megvalósítása nem sokat jelent. Ebben a háborúban a sikert nem hektárokban mérik. Ukrajna számára egy csupán műveleti szintű siker tulajdonképpen egy stratégiai vereség. A kínnal keservel összekalapozott új ukrán hadsereg leamortizálása a politikai célok megvalósítása nélkül. Miután az arcvonalak újra befagynak, néhány tucat kilométerrel keletebbre, honnan fognak az ukránok előteremteni egy harmadik hadsereget? lesz -e még egyszer 150 újabb nyugati harckocsi? 5. Orosz oldalról nézve a hadjáratnak három célja van: a stratégiai szintű vereség elkerülése, a második ukrán hadsereg felmorzsolása, és bebizonyítani a nyugati közvéleménynek, hogy Ukrajna sohasem lesz képes megnyerni ezt a háborút. Ha valakinek most dézsavű érzése támad, és az 1916-os Jutlandi, avagy német nevén uh, Skaregati csata jut az eszébe, akkor nem jár messze a valóságtól. Azt a rég elfelejtett, döntetlenre játszott tengeri csatát is egy hasonló logikabeli asszimetria jellemezte. A csata tétje az volt, hogy képes lesz-e a német flotta áttörni a brit blokkádot és kitörni az atlanti óceára. A németeknek teljes győzelmet kellett aratniuk. A britek számára elég volt nem szenvedni teljes vereséget. A britek jóval súlyosabb veszeségeket szenvedtek, mint a németek. Taktikai, műveleti szinten ez német győzelemnek minősülhet. Stratégiai szinten azonban a csatát a britek nyerték meg, mert a németeknek nem sikerült elérni a hadjárat célját, a kitörést a balti tengerről az Atlanti óceánra. Miért fontos előre átgondolni és megérteni egy hadjárat logikáját mindkét fél számára? azért, hogy ne hagyjuk magunkat megtéveszteni majd a manikűrözött grafikonokba szedett, ténybelileg valid, de irreleváns adatok által. A vietnámi, az iraki és az afganisztáni háború alatt az amerikai hadsereg adattudorok seregét alkalmazta, akik kínos pontossággal mértek olyan irreleváns mutatókat, amik inkább félrevezették, mint sem tájékoztatták a döntéshozatat a háború állását illetően. David Ben Guriont, Izrael első miniszterelnökét egyszer megkérdezték, hogy napi hány órát dolgozott a hivatalában a függetlenségi háború alatt. Egyet-kettőt volt a válasz. De akkor mit csinált a nap fennmaradó részében? Gondolkodtam, felelte Ben Gurion. Nekem úgy tűnik, hogy ennek a háborúnak a megértésében és a konfliktus megoldásában sem a nyers adatok hiánya akadályoz meg minket, hanem a minőségi gondolkodás és az azt elősegítő nyílt diskurzus hiánya. És akkor a márciusi cikk után következzen egy másik, 2023. május 17-én jelent meg Robert C. Ukrajna útja a győzelemhez nem erre vezet, avagy válasz Edward Lutvaknak című írás. Töredelmesen bevallom, hogy én Edward Lutvakon nőttem fel. Az szintén aradi születésű stratéga és hadtörténész apám gyermekkori barátja volt, és mivel a kapcsolat közöttük, ha akadozva is, de megmaradt, Lutvák alakja szilárdan ott él beépülve a családi folklórba. Évekkel később, mint kezdő tisztiskolás, a Sivatagi Alfa Holdbázis könyvtárában meglefe ismertem rá a nagy példakép nevére az egymás mellett sorakozó szakkönyvek tucatjain. Mindennek ellenére abban a furcsa helyzetben találta magamat, hogy a május 11-én az Unheard-ben megjelent, és a Neokon által magyarul is közölt, Ukrajna esélye a győzelemre című cikkével kapcsolatban még a veszőkkel sem értek egyet. Nem könnyű dolog számomra megnyálazni azt a bizonyos tintaceruzát és papírra vetni kétségeimet lutvák meglátásaival kapcsolatban. De úgy érzem, hogy meg kell tennem. Ha más nem, lelkem nagyobb nyugvása véget. Nem. A frontot tartó csapatok nem csupán felörlő kifullasztó harcmodorban képesek harcolni. A hat történelemben igen sok példa van arra, hogy a bekerítő hadműveletek lehetetlensége arra kényszeríti a taktikai, műveleti szinten támadó harcmodort alkalmazó felet, hogy frontális áttörést erőszakoljon ki a nyilvánvaló hátrányok ellenére. Hárkívnál például az ukrán csapatok nem egy Kánnei-típusú klasszikus átkaroló hadművelettel vetették vissza az orosz csapatokat, hanem az orosz harcvonal frontális áttörésével. Nem a felőrlő jellegű háború nem minden esetben tartja fenn a harci kedv lángját. A kóreai háború utolsó két éve felörlő jellegű háború volt, azonban a harcok lezártával egyik fél sem érzett kedvet magában egy második körre. Az alkalmi fellángolások ellenére a harci kedv a tűzvonal mindkét oldalán ides tova 70 évet takaréklángon van. A megalapozatlan általánosításon túl Lutfak módszertana is több sebtől vérzik. A legtöbb háború esetében létezik egy fizikailag felőrlő és lélektanilag kifullasztó szakasz. Helyesebb lenne ezekből a szakaszokból vonni le következtetéseinket, és nem a háború egészére általánosítani. Nem. Ukrajna nem felőrlő kifullasztó háborút visel Oroszország ellen, hanem egy a stratégiai szinten védekező, a műveleti és taktikai szinten pedig támadó háborút az elfoglalt területei visszaszerzésére nem az ukrán felőrlő harcmodor volt az, ami az oroszokat visszavonulásra kényszerítette kievaló és Harkivnál, hanem az ukránok manőver Az ukrán hadvezetés főleg a városi harcok során Mariupolnál és Bakmutnál alkalmazott felőrlő taktikát, de ennek a célja a műveleti szintű késleltetés volt, és nem az orosz hadsereg élőerejének és hadi technikájának az amortizálása. Nem. Lutvak állításával ellentétben az ukránok nem voltak képesek tartani a frontot anélkül, hogy a stratégiai tartalékból elvon csapatokkal támogassák meg az ütközési vonal leggyöngébb pontjait. Ez volt az alapja két meglehetősen nyilvános vitának. Az egyik az ukrán hadvezetés és a politikai döntéshozók, a másik pedig Ukrajna és a nyugati támogatói között bakmut védelmével kapcsolatban. A kiszivárgott Pentagon dokumentumokból, amelyben elfogadjuk azoknak hitelességét, kiderül, hogy az ostromlott város csupán a tartalékból elvont különleges műveleti alakulatok bevetése mentette meg a bekerítéstől. Nem, Ukrajnának nincs meg az a luxusa, hogy kivárjon egy, a szerző által feltételezett nagy orosz támadást, és arra reagálva arasson sikereket. Ukrajna mind kül, mind belpolitikailag cselekvési kényszerben van. A tavaszi esők lassú kifutásával és a talaj felszáradásával megnyílik egy műveleti ablak, amely csupán néhány hónapig lesz nyitva az őszi esőzések beköszöntéig. Ukrajnának négy hónapja van arra, hogy ráerőszakoljon az oroszokra egy olyan gyorsan mozgó összfegyvernemi harcformát, amiben a háború eddigi tapasztalatai alapján előnyt élvez az oroszokkal szemben. Nem, az oroszoknak nem kell megostromolniuk és bevenniük Kijevet ahhoz, hogy döntő győzelmet sikarjanak ki ebben a háborúban. Izraelnek nem kellett elfoglalni a Damaszkusz, Kairót és Ammant ahhoz, hogy döntő győzelmet sikarjon ki az egymás követő közelkeleti háborúkban. Másrészt a libanoni főváros sikeres ostroma sem biztosított döntő győzelmet a zsidó állam libanoni ellenfelei felett. Az ellenfél fővárosának elfoglalása egy olyan változó, ami se nem szükséges, se nem elégséges. Az első világháborúban az antant hatalmak nem foglalták el Berlint, és a második világháborúban a szövetségesek sem foglalták el Tókiót. A háborúnak ebben a szakaszában az orosz győzelem elmélet az ukrán hadsereg felörlésére és nem az ukrán főváros elfoglalására épült hogy erre a Lutvak által azonosított orosz stratégiai tartalékok elégségesek, vagy pedig szükség lesz egy további részleges, vagy pedig egy általános mozgósításra, az még a jövő zenéje. Lutvak tanácsa az ukránok számára, miszerint ki kell várniük egy hipotetikus nagy orosz támadást, és csak erre reagálva indítani el az ukrán ellentámadást, nem Ukrajna egyetlen útja a győzelemhez. Mert mi van? az orosz támadása vártnál jobban sikerül, és az ukrán stratégiai tartalék felmorzsolódik a támadás megállításában anélkül, hogy képes lenne ellentámadásba átmenni és további területeket felszabadítani. Mi van akkor, ha a tavaszias offenzíva után nem állott az a bizonyos tárgyalóasztal, és Oroszország tovább folytatja a háborút, függetlenül attól, hogy a front a jelenlegitől 50 kilométerrel nyugatabbra vagy keletebbre húzódik. Mit nyer azzal Ukrajna, ha Lutvak szavaival élve egy stratégiai szinten is védekező, felörlő anyagháborúra kényszeríti Oroszországot? Hiszen pont ez az a harcforma, amit eddig Oroszország próbált rákényszeríteni Ukrajnára, és amiből Ukrajna megpróbál kitörni az egyre nyáriasabb nagy tavaszi ellentámadás által. Minden köteles tiszteletel Edvard Luttak professzor munkásságával szemben ezek a meglátások legalább annyira tévesek, mint a Mandinernek adott interjújában közölt gondolatok az orosz stratégiai veresség valóságával és a kínai diplomácia idiotizmusával kapcsolatban. Ami az utóbbit illeti, ez az úgymond idióta kínai diplomácia volt az, aminek sikerült kikalapálnia egy iráni-szaúdi normalizálást továbbá végzetesen meggyengítené az amerikai diplomácia befolyását a világnak ezen a turbulens részén. Továbbá ez az úgymond idióta kínai diplomácia volt az, ami csendesen munkálkodik a háttérben, hogy egy hasonló súlyú bravúrt hajtson végre Oroszország és Ukrajna között. Nem kizárt, hogy az ukrán háborúra úgy fogunk emlékezni, mint egy olyan konfliktusra, amiben a nyugat állta a Cechet, de Kína vitte el a hasznot. Lutvak helyzetértékelése Oroszországgal, Kínával és az egész nem nyugattal kapcsolatban az iskola példája annak a nyugati hübrisznek, ami hozzájárult a jelenlegi válság kirobbanásához, amit aztán elrettenteni nem volt képes, és amit se lezárni, se deeszkalálni nem tud. Ez volt tehát Robert C. Castell két tanulmánya idén tavaszról, és ez volt a háborúk hírei adása, 2023. szeptember 13-án. Morvai Péter szerkesztőt hallották, este ismét jelentkezünk a hetek napi hírösszefoglalójával, holnap reggel pedig a háborúk hírei újadásával. Csatornánk feliratkozott nézői számára felkínáljuk a lehetőséget, hogy akik tetszőleges összeggel, akár jelképes formában is támogatják munkánkat, azoknak megküldjük John Mersheimer amerikai elemző tanulmányának magyar fordítását, amelyet a hétvégén itt a háborúk hírei exkluzívadásában ismertettünk akik pedig támogatóként csatlakoznak a hetek podcast támogatói körhöz, azok további exkluzív anyagainkat is megkapják, köztük Seymour Hersh Pulitzer díjas újságíró leleplező tanulmányát arról, hogyan készítette elő és hajtotta végre másokkal együtt az amerikai kormányzat az északi áramlat gázvezetékek felrobbantását. Nagyon köszönjük az eddigi visszajelzéseket és felajánlásokat. Kérjük ne felejtsék el majd megadni e-mail címüket, ahová exkluzív anyagainkat elküldhetjük. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk legközelebb is!